Alig ha gondolták volna tavaly a középiskolák akkor harmadik osztályos tanulói, hogy még ők sem ballaghatnak normálisan, pedig ez a helyzet ugyanúgy, ahogy tavaly, még idén sem lehet megtartani a ballagásokat, ezért sok helyen online táv ünnepségeket tartottak ma. Nem az igazi, de ez van, talán a jövőre. Egy kis személyes ajándékot szeretnék neked átadni a tanárok nevében. Nagy meglepetés érte ezt a kaposvári végzőst. Szabó Rihárdot egyik kedvenc tanára látogatta meg, aki nem érkezett üres kézzel. Amikor megláttam a kapuba Anett nénit, megmondom őszintén, nagyon meghatódtam. Nagyon kedves tőlük, hogy gondoltak ránk. A mi folyamunknál elmaradt a szalagavató, elmaradt a ballagás, és nagyon kedves dolog ez tőlük, hogy ilyen módon is szerették volna ezt pótolni. Volt, aki idézetet, mások könyvjelzőt és apró ajándékokat kaptak. Tódorné Vukovéva, az iskola egyik tanára azt mondja, ők így búcsúznak diákjaiktól. Lassan másfél éve csak a virtuális térben találkozunk velük, az a másfél hónap, amit itt évelején együtt töltöttünk, az nagyon kevés volt. És az iskolára mindig is jellemző volt a szoros kapcsolattartás, a családi légkör, a diákokkal való személyes kapcsolat, és ezt úgy gondolom, hogy ezek az ajándékok is pont ezt mutatják. Elültették a végzősök fáját Zalaegerszegen. Itt az a hagyomány, hogy a város első embere polgárrá fogadja az érettségi előtt álló fiatalokat. Ez később egy nagyon jó találkozási pont lesz, valamint együtt vissza tudunk tekinteni a szép emlékekre, amit ezáltal szereztünk, hogy elültettük a fát, és ugye a város összes érettségiző diákja nevében ültetjük el ezt minden évben. A polgármester a híradónak azt mondta, egy örök emléket szeretnének adni a fiataloknak. Egy-egy olyan fát, amihez, hogyha majd visszazarándokolnak 5-10-20 év múlva, akkor talán emlékeznek majd nem csak Zalaegerszegre, hanem az itt eltöltött vidám diákévekre is. A járvány miatt online ballagást tartottak a Pécsi Lővei Klára gimnáziumban, ahol a végzősök egy virtuális programon vehettek részt tanáraikkal, felelevenítve az elmúlt évek legszebb pillanatait. Az osztályok megnézhetik az iskola 3D-s felvételét, sőt, az osztályfőnökeikkel egy virtuális sétán vehetnek részt. Az osztálytermeikből bemehetnek a dísztermünkbe, ahol megnyílik az a kis film, amit megnézhetnek az ő ballagásuk tiszteletére. És digitálisan ballagtak az érettségi előtt állók Egerben is, immár második éve. A Dobó István gimnázium igazgatója azt mondta, az internetes ünnepségen igyekeztek minden hagyományukat feleleveníteni. Ugyanaz a forgatókönyv, ugyanolyan sorrendben történnek a beszédek, a kórus énekel rajta, kimegyünk a dobótérre a végén, betűzzük a virágokat és a koszorút, tehát igazándiból átélhetik azt az élményt, amit itt a helyszínen is átélhettek volna. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Először magyar nyelv és irodalomból vizsgáznak a diákok. Idén több mint 110 000.